stílusosan, kulturális műsorral fogadták a vendégeket, akik a színház borának bemutatójára érkeztek a Pécsi Nemzeti Színházba. A teátrum vezetősége sok területen keresi a magas minőséget, elhivatottságot, innovatív hozzáállást fontosnak tartó partnereit. Így most a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel is együttműködnek. A régi kapcsolatot ápolunk a egyetemi borbirtokkal, közelebbről Madaras Zoltán úrral, a borbirtok igazgatójával, és egy kötetlen baráti beszélgetés során merült fel ez az ötlet mindkettőnk részéről, hogy a két nagy intézmény összefoghatna, összedolgozhatna valamilyen szinten, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen patinás intézményhez, mint a Pécsi Nemzeti Színház illene egy vagy akár több szép, jó minőségű bor, hogy legyen a színháznak saját bora, és Madaras Zoltán úr támogatott minket ebben, sőt, megtisztelő volt számára, mint ahogy számunkra is, hogy a két cég ilyen téren összefoghat. A kultúra és a bor mindig összekapcsolódik, tehát mi magyarok ugye borfogyasztó nemzet vagyunk, és szeretünk beszélgetni, örömködni, búslakodni egy finom pohár bor mellett. Úgyhogy innen jött az ötlet, és nagyon örülünk, hogy megvalósult ez a dolog, és a jövőben lesz a Pécsi Nemzeti Színháznak saját bora, színház bora. Terveink szerint a nézőtéri büfében is kóstolható lesz a bor, nehogy Isten vásárolható is, tehát haza is viheti a kedves néző, hogyha kedve tartja, saját címkével láttuk el a bor, tehát a saját márkás termékről van szó, tehát a két brand, a Pécsi Egyetemi Borbirtok és a Pécsi Nemzeti Színház összefogott, és ilyen téren is megvalósult az együttműködés, hogy saját címkéje is van ennek a bornak. Méghozzá nem is egy, hanem két üvegen is megcsodálhatják a címkéket, hiszen kétféle italt választottak a színház borának. Nagyon örülünk az együttműködésnek a Pécsi Nemzeti Színházzal, pécsi borászatként. Ugye mi a kutatóintézet mellett üzemi szinten is készítünk bort. Kutatóként nagyon sok, mint a több száz mintakészülés mellette pedig a palackos forgalomba kerülő borok is készülnek a birtokon. Itt egyetemi borbirtokként jelenünk meg, és ennek a tételei kerültek be nagy örömünkre a színházba is. Két bor szerepel a válogatásban, egy rozé 2021-ből, ami egy nagyon könnyed, gyümölcsös, vidám, igazi hedonista bor, gyakorlatilag bárhol, bármikor, jól fogyasztható, behűtve, egy házasítás, Pinot Noir és kék frankos adja az alapját, és minden szinten arra törekedtünk, hogy az életteli, tartalmas világ jelenjen meg benne. A bánat és a bor, a gyarban fírneli, lassanként földerül az élet pusztaké. Gondolj, merészel és nagyon, és tedd rá értedet, nincs veszve bármi sors alatt, ilyen nem csinkedet. Mellette pedig egy vörös bor 2019-ből a Summa Pinot Noir szerepel a kiválasztott tételek között, ami egy válogatás. A 19-es év nagyon szép volt, jól sikerült, kimondottan a Pinot Noir, a legszebb hordók lettek összeállítva, letöltve ebben a borban, és azt mondom, hogy méltó partnere a színháznak. Nekem a Pinot kapcsán mindig, a Pinot Noir kapcsán mindig egy balerina ugrik be, aki mint képként a borhoz társítva, aki a kecsességével, szépségével, művészi hatásával tudja tükrözni a fajtának ezt a nagyon finom, cizellált, sokrétű értékét. Ez nem egy nagy testű bor, nem egy robosztus, első pillanatra is lehengerlő világ, hanem a sok apró részlete adja az értékét, szépségét, úgyhogy méltó társa lehet a színházi világnak. A tervek szerint a jövőben további nedükkel bővítik a színház bor kínálatát. Az igazán pécsi cirfandli fajtát is szeretnék felvenni a repertoárba. Gondolj meg és vigyázz, ki a világ szép volt, én azt még